Na, élvezzük ki ezt a kis havat, mert már olvad. Már olvad. Na, nincs rajta a védője a hang miatt, úgyhogy a madárkákat is meg kell etetni. Mindjárt adok nekik. Mindjárt megtöltöm az etetőt. Sokan vannak, éhesek. Csipákolnak. Ha, azt mondja, még az előbb. Mindjárt az asszony majd takarítson a kocsit, ha el akar indulni. Hát már nem kell nagyon takarítani, már majdnem leolvadt. Egész idő alatt esett az eső, most meg havazott, de hát nincs sok értelme. Na, nem tudom, megnézzük, hány fok van az üvegházban. Szeretnék valamit csinálni, de csak akkor, ha nincs nagyon hideg. Ugye? Na, és sötét van ide bent, mivel a hó betakart minket. Szóval olyat csináltam, hogy tegnap megint szilóztam, de most már tényleg kezd elegem lenni a szilózásból, mert hát rengeteg szilót elhasználok. És egy van még, és kivettem minden a csavarokat, és kiszilóztam. Egy szilón van még, rengeteget elhasználok, és úgy döntöttem, hogy hát én nem veszek többet, inkább veszek fóliát, és tényleg letakarom a francba. Hát itt annyi szilót nyomtam, mint az állat, és még mindig vizes, de aztán lehet, hogy még nem szárad ki. Szóval az a baj, hogy tudjátok, tavaly csináltam ezt a idéglenes házikót. És az idéglenes háznál lettek lukak egyszerűen rá átítve szeggel, és ezek a pici lukak a szeggel, amik lettek csinálva, ezeket nem találom. És mindenhol csöpök be, és úgy kell keresni nehezen, hogy megtalálja az ember. De hát nem egyszerű. Nézzétek, valaminek behoztam ugye léceket, vagy deszkákat, úgyhogy akár ezt is csinálhatnám most, bár hát 5 fok van, nincs melegem, na. Leállítjuk már, lestoppoljuk, jó? Lestoppoljuk, nem is néztem, mennyi volt éjszaka. Szóval 5 fok van bent. Ja, nem tudom, kellene csinálni. De hidegben nem szeretek dolgozni. Amúgy nézzétek, mit vettem. Vettem egy ilyen lezárhatósat. Hát egy kicsit csinálhatjuk. Mondjuk, ja, egy kicsikét lehet valamit dolgozgatni. Szóval vettem egy ilyet. Ezzel az lesz most, hogy kifúrom alul, de csak középen fúrok rá egy pár lukat. Aztán ezt, a tetejét úgy kell kifúrnom, hogy ez átmenjen rajta. Szóval pontosan átmenjen rajta. Aztán erre is fúrok lukakat össze-vissza az oldalára. És beleállítom a közepébe majd ezt a csövet. És akkor szépen ez lesz a komposztáló, amit ide bent fogok hagyni, itt a sarokba fogom hagyni, ebbe rakok mindent. A cső az azért van, hogy levegőzzön, a lent a luk az azért lesz, hogy a felesleges víz ki tudjon folyni, abból lesz majd ilyen komposzt lé, amivel nagyon jó locsolni, és a komposzt pedig, mivel le lesz zárva, és csak ezen keresztül kap levegőt, ezért gyorsabb lesz a komposztálás. Viszont majd hozok izét bele, megyek horgászboltba, és veszek onnan ilyen nagyfajta gilinyókat. De van az a izé, van ez a komposzt, amiről múltkor is beszéltem, ez a cég, ott is van ilyen gilinyaka, lehet venni még olcsóban is gilinyákat, nagyokat, de ott meg viszont a szállítási költség olyan marha nagy, hogy hát nem tudom, szóval rengeteget kéne vennem az a szállítási költség megérje, mert valami 270 forintba kerül a 15 gilinya,
és 5900 forint a szállítás, szóval egyáltalán nincsenek tisztában a dolgokkal valahogy. Na, jó van akkor. Szóval, szerintem egy kicsikét furkálok, titeket felraklak a kameraállásra, aztán lehet, hogy kihordok én innen mindent, ami nem kell, most már az összes csavarokat, szegeket. Hát a fúrófejek mindjárt kellenek, azokat, a hosszabbítót. Szóval kiviszek innen mindent, ami felesleges, és akkor lassan tényleg beköltözünk ide, és akkor elkezdünk rendesen kertészkedni. Igazság szerint vannak dolgok, amiket elvethetnék különben, mert ilyen izékben, ilyen fogokban, amik így vannak bent, eddig nagyon-nagyon nagy hidegek nem is mondanak előre, nem is voltak ide bent, szóval hát, mit mondjak, lehetséges, hogy pár dolgot elvethetnék, például a retkeket nyugodtan. Ilyen bödönben vannak ilyen bödönnyeim, hozok be egy kis földet, ami nincs. Hozok be földet, de honnan hozok be földet? Nincs földem. Szóval hozok földet, és akkor ilyesmit elvethetek. Ja, meg a komposztálást készítem elő. Az biztos, hogy ezt meg akarom csinálni. Ha jól működik, akkor ilyenből veszek még egyet, és akkor itt. Hát majd nyáron kiteszem innen a francba. Bár azt mondják rá, hogy minél melegebb van, annál jobban tetszik neki. Most az a baj, hogy nincs zöld. Hát a konyhai hulladék az, ami a zöldet fogja kiadni. Meg elindítottam én ősszel egy ilyen komposztálási kísérletet. Nem lett jó. Nem tudom, nem lett jó. Úgyhogy aztat majd megszüntetem. És ami abban benne van anyag, ami összerokadt, azt majd átteszem ide. Ja, ez lesz. Na jó van. Akkor csináljunk egy kis komposzt. Gyors komposztálót. Szóval megjegyzem, hogy ezt a módszert nem láttam máshol. Hasonlót láttam egy komposztáló, egy kész komposztáló, de 150 ezer forintba került, nem fogom megvásárolni. Úgyhogy hasonló módszert láttam máshol. Ez nekem egy teszt. Én ezt most próbálom ki először. Tehát, hogyha le akarjátok koppintani eztet, akkor úgy fogjatok hozzá, hogy utána, ha nem sikerül, ne az legyen, hogy tök hülye vagy, mert te tőled néztük el. Nem. Ha nem sikerül, akkor velem szoptok együtt, de szerintem sikerül, mert mi benne az, ami nem sikerülhetne, nem? Na, kezdjük ezzel! Nehogy eltörd ma a helyet. Szóval, nem tudom mennyire közel van a kamera. Kicsit arrébb teszem, mert hogyha tízé lesz, megütöm, hogy valami ilyesmi, akkor ez nem lesz jó. Na! Itt hagyott nekem egy ilyen filc tollat, mert nem tudom használni. Hogy is kéne csinálni? Így. Ja, mi? Szóval. Ez most fehér? Ne izéljél már. Mi? Fehér filc tollal fehérre, vagy micsoda? Ez nem lesz jó. Ezt nem lesz így jó. Hogy csináljam? Hogy csináljam? Körülbelül középen kell lennie. Az a biztos. Fogjuk rá. Fogjuk rá, hogy jó lesz, jó? Fogjuk rá. Na, menj már oda-vissza a helyedre. Vannak bent ilyen
alkoholista fülceim, de hát itt vagyok kint, ma nem megyek be. Szóval ezekre kis lukakat kell csinálni, nem túl nagyokat. Össze kéne tényleg szedni az összes szerszámot, azt eljönjön a francba. Mert csak útba vannak, mennyire pici lukak legyenek. Nem tudom. Nem igazán tudom, hogy mekkorák legyenek. Amit elcsesztem, hogy kint hagytam az aksikat. Nem áll. Tizenhármas húrót. Adjunk neki 13-ast. Szerintem 13-as, azt hittem már, hogy nem illik be. 13-as jó lesz. De hol az izé? Ja, ott van, ott. Na, akkor most ezt fúrjuk meg. Ezt fúrjuk meg. Közben, hogy mit filmezünk, ugye? Ugye? Mit filmezünk? Húha! Kicsit töri. Nem kell teljesen föntre, ugye? Mert... Ja. Nem kell teljesen föntig csinálni. Na, nem tudom, látjátok persze. Így néz ki. Furatok. A lencén ott vannak a furatok, ahol majd kifolyik belőle az anyag. És akkor... Hó, várjátok, elbasztuk. Hát, ezt úgy kell, el kell vágni ezt itt, fölül. El kell vágni. És kicsit még kell rajta itten dolgozni, hogy könnyen le lehessen szedni belőle, vagy le lehessen könnyen szedni róla a tetőt. Mivel, hogy ha rakok bele mindig új hulladékot, akkor a tetőt le kell vennem úgy, hogy ez ne jöjjön ki belőle. Oké? Na, akkor most el le kell vágni ezt a csövet, és a tetőn még egy kicsit dolgozunk, hogy könnyebben rácsúszhasson. Mondom, ez egy tesztelés. Aki utánozni akar engemet, annak már tök könnyű lesz, mert én kitesztelem, ő meg csak így hip-hopra megcsinálja. Na. Így lesz, ezt kérem szépen ráteszem a kövekre. Így. Nem akar nagyon jól megállni rajta. Lehet, hogy hozni kell több téglát be. Nem akar. Ajjaj, azt hittem, hogy nem lesz jó. Várjál, eldölt az egyik kő. Az egyik tégla eldölt. Oké. Most megáll, de szerintem akkor hozok még alá be egy pár téglát, hogy jobban álljon meg, aztán hát ezt az előbb már leszettem, jó? Ha vártam rá egy kicsit nagyobb likat erre, ezt beletesszük ide, így középre, persze majd megtartja a tömés,
rá a tetőt, és ennyi. Ezeket mindjárt elpakolok innen a francba, elviszek innen szerszámot, mindent. Hozok bele egy kis papírt, mert papírral kezdünk, szóval lesz benne egy kis papírtömés, aztán egy kis fahulladék, szóval a ledarált fából is hozok bele egy keveset. Lehet, hogy ebből a komposztejából, amit kaptam az Istvántól, öntök egy kicsit rá, mert utána néztem egy kicsit, van olyan, hogy komposztoltó anyag, és az a komposztoltó anyag az igazság szerint az az anyag, amit a giliszták, mikor ledolgozzák a komposztot, átdolgozzák, az ő testükről lejövő dzsuva, meg a komposztba elő, szóval a komposztba levő baktériumok, amik ott előkeverednek, és nagy részük ez a gilisztának tudható elő, ez az anyag, ez az a komposztoltó anyag, tehát szerintem a komposztteja pont jó lesz oltani. De nekem van itt még ilyen biom is, úgyhogy azt is ráöntöm, és remélem, hogy ez aztán jó lesz. Szóval a komposztoltót először, mikor legelsőnek valaki megcsinálta, akkor valahonnan meg kellett szerezni, nem? Tehát ezért gondolom én, hogy a komposztteját használják végül is komposztoltónak is. De hogyha valaki többet tud erről a témáról, nyugodtan kommentbe írjatok nekem, és akkor, hogy közösen kiderítsük, hogy mi, hogy, mert hány méter, hogy működik az az egész dolog. Jó, én most kicsit összetakarít, ha nem összetakarítok, hát takarítani is fogok egy kicsit, akik össze kell sepreni megint itt. Hozok be még egy pár téglát, hogy stabilabban álljon, meg elkezdem ezt egy kicsikét etetni, jó? Ezt tudjátok ti is, de azért, na, hát ha van olyan, aki nem tudja. Szóval, a komposzt annál gyorsabban lebomlik, minél apróbb. Tehát a gilisztáknak is minél kisebbeket kell lebontani, annál gyorsabban dolgoznak. Tehát, hát mindent persze nem lehet leaprítani, de ilyen papírt megpróbálok minél kisebb darabokra szaggatni, amit legalúra teszek, kartont, tisztát, nincs rajta műanyag, nincs rajta nyomtatvány, tiszta kartonnal dolgozunk. A karton lehet, hogy már azért is segít neki, mert csak egy olyan dolog, ami nem engedi olyan gyorsan lerohanni az összes vizet, ugye? Jó lenne. Itt lenne ezért a Niki, mondanám neki, hogy Niki, szaggassad a papírt. Gyerekmunka. Így is szeret szétszedni mindent. Lehetne szaggatni, bár itt van, nem tudom, mert láttam, hogy itt az autó. Na, hogy ez ne dőljön el állandóan, azon gondolkodám, hogy csinálni kéne olyasmit, hogy rakok bele egy vödör famulcsot, jó? Hozok is be először egy vödör famulcsot. Na szóval ebben a mulcsba, ebben a famulcsba most az a jó, hogy ez össze lett csinálva valahogy, benne elég sok zöld anyag is, és ez már elkezdett bomlani lefele. Úgyhogy ez már na, kérem szépen. Ez tök jó. Már volt az aljában egy kis hó, úgyhogy most nem akar mindenki jönni belőle.
Rakjunk még bele? Rakjunk ebből. Kicsi vizes is. Na, kis papírt bele, bár a fal meg a papír, azok testvér lelkek, ugye? Testvér lelkek. Na kíváncsi leszek rá, hogy lehet, hogy nem fehéret kellett volna venni, de nem volt más színbe. Lehet kék jobb lett volna, hogy minél sötétebb, nem? Mit gondoltok? Bár, lehet, hogy leragasztom, és akkor vagy lefestem nyáron. És akkor sötét lesz, nem tudom. Már a bomlás miatt, hogy jobb neki a sötétben van. Hogy a glisztáknak jobb, nem tudom. Lehet, hogy lefestem, sőt biztos. De majd csak nyáron majd. Hát nem kezdek hozzá festegetni. Na, pár nagyobb darabot is. Rakunk bele. Így, né? Ez megvan. Hát, amit mondtam, ebből a kész anyagból, amit adott nekem az István, ebből egy keveset, egy-két marékkal a rá tetejére. Ez csak azért, tudjátok, mert ebből benne van az a giliszta. Cucc. Na, egy kicsit leöntöm a ezével. Ebből a tejával, ez viszont marha büdös, azt hiszem, jól emlékszek rám. Ja, hú, de büdös vagy, bazd meg. Nem kell túl sokat. Büdös, mint a dög. Na, kicsit ebből, az ilyenből is rakunk rá. Ezek ilyen mikroorganizmusok. Effektíve mikroorganizmus. Itt beindult tőle a rohadás. Na, közben esik a hó megint. Szóval, papírt azt itt hagyom, mert majd mindig rakunk bele egy keveset. Majd nem is tudom, hogy áll a komposztunk. Kihozzam a komposztot a konyhából. Na, nem áll, hát az előbb rámentél. Úgy néhány, jó van. Szóval, teszteljük komposztálást. Igazság szerint, hogyha jó meleg van rá, akkor ebbe a bödönbe egy gyorsabb komposztálásnak kellene fellépnie, mint hogyha kint szabadon az ember komposztál, és tudjátok, minden irányból jön befele a meleg, vagyis a levegőt kapja, meg állandó esik az eső, az egy lassabb komposztálási módszer, viszont az ilyen lassabb komposztálási módszereknél akár két év is, például a fa, ez a fa mulcs, ez 18 hónap, két év, mire teljesen lebomlik, úgyhogy tényleg föld lesz belőle, és ez sok idő. Szóval persze, hogyha az ember minden évben elég anyagot tud összeszedni, és akkor minden évben, mit tudom én, két pótkocsira való anyagja van, amit komposztál, akkor egy idő után eljut odáig, hogy van egy rakás komposztja minden évben. Csak hogy aki kertészkedik, az tudja, hogy amiből soha nincs elég, hát az pont a komposzt. Szóval nem tudsz eleget csinálni. Olyan nincs. Még akinek nagyon sok van, az is azt mondja, hogy hát egy kicsit még azért el tudnék képzelni magamnak. Szóval
senkinek, senkit nem ismerek olyan embert, aki azt mondaná, hogy hát én megtermelek eleget. Nem tudom, szóval az a baj, hogy kiskertből kevés jön le, nagykertből sok jön le, viszont nagykertbe több is kell. Szóval, viszont ez elég savanyú szaga van itt bent most, fú. Na mindegy, hát most az ilyen dolgozik, majd jövő héten hozok bele gilisztákat. Igazság szerint ásnék én ki gilisztát, de nem tudok, mert én a magas ágyásaimat betakartam vastagon levéllel, egy ilyen jó, majd csak fél méter levél van rajtuk, úgyhogy nem akarom megbontani most ezt a magas ágyást, hogy kiásom alatta, hogy szedjek ki belőle ezért gilisztákat, meg azok apró giliszták. Inkább veszek horgászboltba ezért ilyen nagy kani gilisztákat. Amúgy is most ezért van, mínuszfokok vannak, úgyhogy nem jó a földet ezért mozgatni. Most szépen betakart a hó, most így a legjobb, hogyha ezért havas be van takarva, nem tud száradni, kiszáradni, hagy nyugodjon a föld meg a magas ágyás. Na, jó van. Szóval akkor ez a videó erről szólt. Erről a próba komposztálásról. Persze tudom, hogy szóval rámentem az oldalára ennek a komposztátornak. Hát, Szóval egy ilyen marha, nem tudom hány köbméter, és ezért komposztáló edény, ami nekik van, ami nekem tetszik, az a 150 ezer forint. Még két évvel ezelőtt 30 ezer volt, írtam is nekik, mert hogy ezért valaki akkor írta, hogy milyen drága, hát én odaértem nekik, hogy ezért, hát 30 ezeret kifizetnék érte, de 150-et, hát ne vicceljünk már, hát egy műanyag ezért, egy bödönért, ami tényleg van rajta alul ugyanolyan, mint ez, csak annyi a különbség, hogy itt van rajta egy ilyen kinyitó nyílás, ahol alul ki tudod szedni a komposztot. Annyi a különbség csak. Hát én azt fogom csinálni ebben, hogyha a telerakom teljesen komposzttal, várok vele, mit tudom, mennyi idő, és mikor látom, hogy elkezd teljesen feketedni az egész, és egyre kevesebb benne a jó anyag, kiborítom, na, és leszűröm, úgy, mint normálisan csináljuk a komposzttal, leszűröm, ami fel van dolgozva, az megy félre, ami nem, az megy vissza, és kezdem előről. Ha jól működik, akkor beállítok belőle még 2-3-at, ha nem jól működik, akkor olcsóbb volt kipróbálni, mint mit tudom én, 200 ezerért, vagy 150 ezerért megvásárolni ilyen ezért komposztálót, meg mindenféle szilszart. Szóval ez így nekem most, ugye vettem valami mást? Nem vettem mást, csak ezt. 12 ezer a hordó, meg az a cső, mit tudom én, így ezres. Szóval ez nem került pénzbe így. Szóval pénzbe került persze. 11 néhány ezer forint is pénz, de nem lehet összehasonlítani azzal, hogy 150 ezer vagy 15 ezer forint, szóval így mond, nem pénz érte. Persze kisebb, meg nem professzionális, meg kellett volna egy kicsit dolgozni, de hát nem számít, nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy működjön, nem? Na jó van, bemegyek. Összevágom nektek ezt a videót, mert igazság szerint elég izé van. Szóval nincs melegem. 5,8 fok van ideben. Így né. Szóval megvan. Tényleg befejezem, megyek a francba, mert a tüzébe, a csizmába fászik a lábom és csak görcsülök. Jó van, úgyhogy a viszontlátásra megint.